Sziasztok! Markovics Tamás vagyok, az Agrovario Kft. Termékmenedzsere, és ebben a kis videóban szeretném nektek bemutatni fix kamrás hengeres bálázóinkat röviden. Fix kamrás hengeres bálázóink a Rotana F fantázia nevet kapták, melyben két típus érhető el, a 130F, illetve a 130F Extra. Az extra elnevezés szeletelőkésekre utal. Mind a két esetben 123x125 cm-es bálakamrával rendelkeznek gépeink. Fix kamrás, illetve változó kamrás bálázóink mind hengeres termény leszorító hengerrel rendelkeznek, illetve elfordulós oldalsó támasztókerékkel. Mindegyik bálázónkban az oldalában kényszerpálya nélküli rendfelszedőt alkalmazunk, illetve 5 sor bedobó ujjat használ a rendszer, amely soronként 30 darab fog, illetve 64 mm-es távolságra vannak elhelyezkedve. Jelen pillanatban ez a gép egy szeletelő nélküli kiviteles változat, ebben is látszik a nagy rotor átmérő, illetve a nagy keresztmetszet. Ezek a rendfelszedők elérhetőek szeletelős kivitelben is, fix kamrás bálázóink esetében 2,25 m a teljes maximális munkaszélesség. Ezek a szeletelős kivitelő rendfelszedők 13, 17, illetve 25 késsel érhetőek el. 13 kés esetében 90 mm-es elméleti szecskahoz, 17 késes kivitel esetében 67,5, illetve 25 késes kivitelben pedig 45 mm-es szecskahoz érhetőek el. Szeletelős kivitelű bálázóinkban mindegyik az úgynevezett Hydroflex kontrollal érhetőek el. A Hydroflex kontroll a hidrolikusan lenyitható fenéklemezt jelenti, illetve maga a Flex kontroll része, a fenéklemez alsó része 2 darab nyomórugóval van felfüggesztve magába a fenéklemezhez, és ezáltal bálázás közben mozog a rotortól a rendfelszedő fenéklemez, tehát így az eltömődések 80%-át már munka közben kiküszöböli maga a rendszer. Fix kamrás hengeres bálázóinkban 18 darab Power Grip henger található, amely 220 mm átmérőjű és 4 mm vastag palástal rendelkezik. Maga a hengerek úgy vannak kialakítva, hogy mindig 3 darab borda éri magát a terményt, így minden körülmények közt biztos maga a terménynek a forgatása. Maga a meghajtásunk egy úgynevezett Power Split hajtóműből jön, ez mindegyik bálázónkban megtalálható. Konkrétan a bálázó bal oldalán magát a hengereket, 18 darab Power Grip henger, jobb oldalán pedig a rendfelszerőt, illetve magát a rotort hajtja meg. Így maga a hajtás egyenletesen van elosztva, így sokkal nagyobb élettartalma van magának a meghajtásnak. Maga a meghajtás oldalon Tsubaki láncokat használunk, egy japán minőségű láncokat használunk, és 18 darab henger két részben van meghajtva, tehát minden második hengert hajtja, így ezáltal sokkal nagyobb, úgymond az átfedése magának a hengereknek, illetve a fogaknak, és sokkal nagyobb a nyomaték átvitel. Mindegyik fix kamrás bálázunk a bálakamra becsukása után mechanikusan stiffeli a bálakamra ajtaját, melyben mind a két oldalt egy nyomatékszenzor található. Ez a nyomatékszenzor, amikor elkészült a bála utolsó 30%-ában, jelzi a gépkezelőnek monitoron keresztül, hogy a bála egyenletesen van-e készítve, és ugyebár jelzi neki monitoron, hogy jobbra-balra tartson magával az erőgéppel. Üzemeltetés szempontjából a gépeink, mint itt ez a gép is látható, ez az úgynevezett E-Link Control monitorral érhetőek el, ez egy hagyományos CAN bus rendszerű monitor, viszont szeletelős kivitelű az extra kivitel, az ugyebár izobuszos kezelőterminállal érhető el, ez az E-Link Pro monitorral, vagy hogyha van magába az erőgépbe, akkor ugyebár az erőgép termináljáról üzemeltető maga a bálázó. Ha gépeink felkeltette érdeklődésüket, akkor kérem, keressék meg ajánlattal a helyileg illetékes értékesítő kollégánkat.